Az optikai adattárolás a 60-as években indult útjára. Majd a CD-k 1982-es szabványosítása után sokáig uralta a zenei adattárolást. Később jöttek a DVD-k, amelyek, bármilyen meglepően is hangzik, de talán idővel visszaszorítják a mágneses adattárolók jelenlegi helyét és szerepét is a világban. Bárhogyan is lesz, az optikai adattárolók nagy szolgálatot tettek már eddig is. A Szóna elnöke azt mondta, hogy az ő kedvenc darabja a Beethoven 9. szimfónia. És ő azt szeretné, hogy ezen az adathordozón, ezen a hangadathordozón az egész Beethoven 9. szimfóniát meg lehessen hallgatni, anélkül, hogy lemezt kelljen cserélni. A 70-es években egy új, fontos irányzat jelent meg, mely a lézeradta lehetőségeket igyekezett kiaknázni. Először, mint általában szokott lenni, az analóg rögzítés jött elő. Először mit akartak rögzíteni? Hát például videóanyagokat. Mert a VHS kazetta volt ugye annak idején a menő. Ez a VHS ugye a Video Home System onnan eredett a név, tehát az otthoni videózáshoz készítették. Csak hát nem lehetett rendes állóképet csinálni vele, nem lehetett percülegesen oda tekerni, gyorsan az egész szalagot végig kell tekerni. Tehát világos volt, hogy ezen javítani kellene. Ennek az egyik lehetséges útja az volt, hogy kidolgozták a videodiszket. Itt van például erre egy példány. Először az úgy nézett ki, hogy egyoldalas volt. Erre nagyjából egy órás műsort lehetett fölvenni, képanyagot is, videóanyagot is, hanganyagot is. Ennek lett egy folytatása, hogy már két oldalasat is csináltak belőle, ezzel megnövelték természetesen a kapacitását, de itt jött a probléma, hogy ha szeretnék általánosan elterjeszteni, akkor valami olyan formátum kéne, ami nem ilyen nagy, mert ezt nehéz kezelni. Ezért aztán szabad volt a lehetőség, hogy mekkora legyen, legyen egészen picike, ilyen mint ez, vagy legyen ekkora, mint ez, vagy legyen ekkora, mint ez. Tehát ott volt a nagy választási lehetőség. Az optikai tárakat eleinte a zene rögzítésére szerették volna használni. Ezért szóba jött, hogy készítenek egy olyan adathordozót, ami leváltja majd a Bakelitnek nevezett zenei lemezt. Hát erre összefogtak a nagy cégek, és nevezetesen a Sony és a Philips összefogott, hogy közösen szabvány dolgozzanak ki. Ott volt a nagy kérdés, hogy mekkora legyen a méret ennek a lemeznek, hogy használható legyen. Itt a döntés az született, a Sony hatására, hogy a Sony elnöke azt mondta, hogy az ő kedvenc darabja a Beethoven 9. szimfónia. És ő azt szeretné, hogy ezen az adathordozón, ezen a hangadathordozón az egész Beethoven 9. szimfóniát meg lehessen hallgatni, anélkül, hogy lemezt kelljen cserélni. Kérdés volt, hogy melyik verziót. Ezért aztán azt mondta a Sony elnöke, hogy az 1951-es Bayreuth-i fesztiválon a Furtwängler által vezényelt Beethoven 9. legyen az etalon. Mivel az kicsit több, mint 74 perc, ezért akkor azt mondták, akkor legyen 74 perces az adattartalma ennek a CD-nek, ennek a kompakt disznek, kisméretű disznek. Az akkori módszerrel, hogy tudták rögzíteni azt a sűrűséggel a pöttyokat, ebből az adódott ki, hogy 12 centi átmérékei legyen. A CD-ket néhány éven belül követték a DVD-k, angolul digital videodiszkek. Ezek méretüket tekintve ugyanakkorák voltak, mint elődeik, a CD-k. Hogy fejlődött tovább a világ, volt a nagy harc, hogy hogyan lehet nagy felbontású képeket és filmeket ezen tárolni. Hát volt a Super DVD, a nagy felbontású DVD, és volt a Blu-ray. És mint tudjuk, a Blu-ray győzött. Az optikai rögzítés nem csak a kép és hang rögzítésére volt alkalmas, a számítástechnika is felhasználta. Mindig is óriási igény volt és van arra, hogy nagy tömegű adatot olcsón lehessen tárolni. Ezért az ilyen commerce, hétköznapi használatú, otthoni célra készült képrögzítés és hangrögzítési módszerek mellett elindult egy óriási fejlesztés, hogy a számítástechnikában is ezt lehessen használni. Ezért különböző verziója kialakultak az ilyen nagy tömegű optikai táraknak, ami természetesen nem a commerce kategória volt, hanem professzionális, komoly műanyag tokba volt behelyezve, és nagy kapacitású volt azért, hogy megbízhatóan lehessen adatokat először csak visszaolvasni, de utána olyan verziók is kialakultak, amik írni, olvasni is lehetett belőle. Most arra azt mondhatjuk, hogy talán elmúlt egy kicsit az optikai adattárolásnak a divatja, mert most a szilárd test, a félvezetős adattárak azok a dominánsak, de ez lehet, hogy nem marad örökké így, mert az optikai adattárak lehet, hogy egyszer visszatérnek,
amiatt, hogy lehet bennük asszociatív tárat létrehozni, és mellesleg olyan tárakat is, ami nagyon sokáig jó. A ma használatos optikai táraknál a digitális tárolást alkalmazzuk. Ugyanis nagyon könnyen adja magát, hogy egy lézerrel kis dudort lehet létrehozni egy fémfelületen, és hogyha ezt elég sűrűn lehet csinálni, akkor ez alkalmas arra, hogy sok-sok bitet fölírjunk egy ilyen kis területre. Hát ilyen lett a CD, de ennek egy bizonyos változata lett az, amikor hasonlóan a merevlemezekhez körpályákat alakítottak ki, azokat szektorokra osztották, és így közvetlenül címezhető tárak jöttek létre, mert meg lehetett címezni a körpályát és annak bizonyos szegmensét. Ez optikailag is látható, tehát hogyha megfogunk egy ilyet, vagy hagyományos CD-n csak ilyen szivárvány színű képeket látunk, azért, mert ez fölfoghat úgyis, mint egy optikai rács. Érdekány is foglalkozott optikai rácsokkal, ő karcolgatta üvegre ezeket. A CD-nél pedig a gyártás technikából adódóan egymással párhuzamos kis sávok alakulnak ki. Hogyha ezt felosztják szegmensekre, mint például itt, ez egy olyan számítógépes optikai tár volt, ahol meg lehetett címezni az adott lekeszt, az adott szegmest, ezeket optikailag is lehet látni. Tehát azok a kis pöttyök és karikák, amit látunk rajta, az ezeknek a területeit mutatja.